Beatles a falon, Beatles a vitrínben, és Beatles szól a hangszórókból. Három fanatikus Beatles rajongó 4 évtizedes legismeretes gyűjtő munkájának az eredménye köszön vissza az Egri Múzeumba lépve, ahol az egyedi lemezborítóktól John Lennon hajszáláig meg annyi relikvia megtalálható. Deák Billy Zoltán segítségével belehallgathattam a Beatlesnek még abba a koncertjébe is, amely a szószoros, de az átvitt értelmében is halhatatlan volt. Senki nem hall semmit. Az amerikai rendőrség azt mondta, hogy 15 kilométeres sugarú körben csak a sikítást lehet hallani. Aha. Nemhogy zenét. És ezt majd a Beatles kezdi el fejleszteni. Itt pedig látható a filmkockája a Hard Day's Night-nak. Ez azért érdekes, mert 1000 darab készül belőle. Nem csinálnak több 10 000 darabot. Ne legyen mindenkinek, limitálják a kiadását. Hát George Harrison elmondta, hogy a kedvenc cukorkája, és a hölgyek Memphisben megvették az összes cukrot a városba, és földobálták a színpadra. Milliárdos brand fölépül a Beatles sztorira. Rengeteg árucikk kerül a piacra a Beatles-szel. 10 000 darab készül ebből a porcelán basszusgitárból, ugye Paulnak a gitárja, ez a hegedű alakú gitár. Magyarok nélkül nem történhet semmi a világon, ezt tudjuk nagyon jól. Az első fotós Hoffman Dezső volt, aki elkezdi fotózni a fiúkat. Nem ő fogja végig fotózni őket, ő kezdte elfotózni. 90 ország fölött vagyunk, ugye mindig írjuk, hogyha valaki érdekes és új ember érkezik. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy dolog, másik pedig, hogy Liverpoolból is érkeznek, és sokszor beírják, hogy jobbak vagyunk, mint az övék. Ezt persze mi nem mondhatjuk, de nagyon jól esik. És ez már Egerben az Ebbi utca, vagy pontosabban az Ebbi Road, ahol Szolnoki Péter tartja fel a forgalmat. Igaz, ezt az arra járó kijelesül én egyáltalán nem bánom. A Bombom frontembere 4 éves kora óta él-hal a Beatlesért. Szoktuk viccesen egymással mondani, kollégák, hogy azért nem tudunk már eredeti dalt írni, mert a Beatles megírt mindent. Akkord sémákat, fordulatokat, tehát a szövegről már nem is beszélve, úgyhogy szerintem fantasztikus az az életmű, amit letettek az asztalra. Viszont amikor először itt voltam, akkor ilyen meghatottan és csöndesen áldigáltam. Akit pedig most látunk, már Roznár Ágnes, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium tanulója, egyben a múzeum legfiatalabb munkatársa. Ő arra a képes és hangos bizonyíték, hogy a Beatles nem csak a 40-esek, 70-esek zenéje. Valami fantasztikus az, hogy nekem itt az a dolgom, hogy a Beatlesről beszéljek. Tehát, hogy én egyébként is mindig a Beatlesről beszélek, az osztályban, a baráti társaságaimban, igyekszem persze visszafogni magamat, de egyébként nekem ők így folyton benn vannak a fejemben, és ezt így ki kell magamból adni, és az, hogy ennek itt van egy fórum, ahogy én itt a Beatlesről tök szabadon beszélhetek, és akkor nem hurog le senki, hogy most már úgy unjuk a Beatles, most már nem beszélünk valami másról, hanem itt ennek örülnek, hogy ez valami fantasztikus. A múzeumot alapító Beatles rajongók igyekeznek az egri falak közül kilépni.